ami tiszta energiát, jövőt, munkahelyeket jelent Németországban, arra miért mondják azt, hogy környezetpusztító Debrecenben? Áll a bár Debrecenben az akkumulátorgyár miatt, de ami első ránézésre egy környezetvédelmi vitának tűnik, az valójában egy élesedő gazdasági verseny magyarországi leágazása. De honnan is indult ez a történet? Az új uniós szabályozás az elektromos autók felé tereli az európai autógyártást. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a bizottság javaslata szerint 2035-től már csak nulla kibocsátású járműveket lehetne forgalomba hozni az uniós piacon. Így óriási verseny indult a gyártókapacitásokért, és ezekben az években dől el, hogy hol lesznek a meghatározó elektromos autógyárak, amelyekhez nem meglepő, de akkumulátor kell. Ahhoz pedig a mostaninál sokkal több akkumulátorgyár, mégpedig az autógyárak közelében. Az iparág felfutását jól jelzi, hogy az Egyesült Államokban 2 év alatt 15 akkumulátorgyár építését jelentették be, és a legnagyobb európai országokban is sok ilyen működik, már most is. Franciaországban, Olaszországban vagy Spanyolországban. A régiónkban is beindult a verseny. Románia is akar ilyen üzemeket, a csehek is fel akarják futtatni a gyártást, és hogy hol működik a legnagyobb ilyen gyár Európában? Lengyelországban. Ebbe a versenyben Magyarország is benevezett. A tervezett beruházások megvalósulnak, 10 milliós országként is képesek lehetünk arra, hogy 2030-ra a harmadik helyen legyünk akkumulátorgyártásban. Ez sok ezer munkahelyet jelent, és fontos hitfőállásokat a jövő iparágában. A debreceni CATL beruházás ennek a tervnek a része. Ez az új gyár a hazai autógyáraknak is gyártana aksikat, így a szintén Debrecenben beruházó BMW-nek is. 9000 új munkahely jönne létre, és óriási adóbevételt jelentene ez a városnak évtizedekre. Fontos tény, hogy ugyanez a vállalat ugyanilyen akkumulátorgyárat épített a német Türingiában. Azon a helyen, ahol szocialisták és zöldek kormányoznak, akik keblükre ölelték az egészet. Nézzük például, hogy hogy érvelt az ottani környezetvédelmi miniszter. Azt mondja, idézem, fontos szerepet játszottak a tiszta energiában rejlő lehetőségek. A megújuló energia jelenti az alapját a vonzó üzleti helyszíneknek, a jövőbiztos munkahelyeknek és a nagyobb fokú klímavédelemnek. Jó úton járunk itt Türingiában. Keletkezik itt egy makacs kérdés, és nem tágít. Ami tiszta energiát, jövőt, munkahelyeket jelent Németországban, arra miért mondják azt, hogy környezetpusztító Debrecenben? Tényleg egyre inkább itt látjuk magunk előtt az otromba lólábat. Nem az a bajuk, hogy akkumulátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon. A hazai baloldal meg szépen csatlakozik ehhez a kampányhoz. Ennél már tényleg csak az lenne a durvább, ha ezért pénzt kapnának külföldről. Mondjuk dollárban.